Az Afrikában zajló futball világbajnokság mintájára mini VB-t rendeznek június utolsó vasárnapján Sárospatakon. A 16 csapat részvételében zajló mini VB részleteiről sajtótájékoztató keretében számoltak be a szervezők. 16 csapatot várunk, és minden csapat megkapja az egyik világbajnokságon szerepelt csapat nevét. Így alakulhat ki mondjuk egy Argentina-Hollandia mérkőzés Sárospatakon. Természetesen mindenki a saját nevét azért viszi magával. És 2x15 perces mérkőzések 4x4-es csoportban, a világbajnokság mintájára kettő tovább a csoportból, így utána pedig 8 között pedig már egyenes kiesés várható, és így alakul ki a mini világbajnokság győztese. A mérkőzések 2x15 percesek lesznek, így a nap végére az eredmény is megszületik majd. Azonban ez a vasárnap nem csak a fociról szól majd. Az előre bejelentett betét rendezvények alapján igazán kellemes családias nap valószínűsíthető. Nagyon szeretnénk, hogy családok látogassanak ki erre a mini világbajnokságra, és egy majális hangulattal tegyük tiszteletünket a világbajnokság előtt. Ezért tombola sorsolás értékes nyereményekkel is lesz ugrálóvár, többfajta ugrálóvárral készülünk élő csocsó, és ezen kívül még borkóstolási lehetőség, és a főtámogatónk termékbemutatója is jelen lesz a rendezvényünkön. A mini VB-t és a hozzá kapcsolódó családi programokat az önkormányzat szívesen támogatja, ezzel is elismerve a helyi sportolók és egyesületek munkáját. Tesszük azért, mert Sárospatakon a sportfejlődése az egyértelművé vált az utóbbi években. Gondolok a kézilabda csapatnak az NB2-es bajnokságban történő kitörő szereplésére, és gondolok elsősorban itt most a labdarúgó felnőtt csapatnak a megyei első osztályba való feljutására, miután megnyerték a tavaszi fordulóban a megyei másodosztályú bajnokságot, ezúton is gratulálunk nekik. Ezzel a rendezvényen egy kis ajándékot szeretnénk adni a pataki csapatnak. Az alpolgármester szerint a rendezvény fontos állomása lehet annak a munkának, amelyet azért végeznek, hogy újra kulturált módon lehessen futballmeccsekre kilátogatni. A mai labdarúgó mérkőzések nem feltétlenül arról szólnak, amiről apáink, nagyapáink annak idején beszélték, hogy egy-egy ilyen vasárnapi mérkőzés az a vidéki települések, de mondhatnám a fővárost és a nagyobb városok életében, milyen események voltak, amikor vasárnapi ebéd után az apuka fogta a kisfiát és a feleségével együtt az egész család elsétált a futballmérkőzésre. Jól érezték magukat, fagyiztak, eltöltötték az egész délután kulturált körülmények között. Ma sajnos nem így van. Szeretnénk, hogyha ezekhez a hagyományokhoz vissza tudnánk térni itt Sárospatakon is, és szeretnénk, ha a pataki mintán felbuzdulna, így lenne ez valamennyi labdarúgó mérkőzésen. A Sárospataki mini VB-t június 27-én vasárnap rendezik meg a sportpályán. A mini VB-t követő eredményhirdetés után a vendégek az Afrikában zajló világbajnokság aktuális mérkőzését nézhetik majd kivetítőn a nap zárásaként.